Egy parizeus feliratot tett ki az asztalára jól látható helyre Novák előd, a mi hazán képviselője a parlamentben, miközben Jakab Péter felszólalt. Meglepő lenne, hanem a parizer és a farizeus tehát képmutató ember összeillesztéséből keletkezett volna a parizeus kifejezés. A jobbik elnöke felszólalásában egyébként arról értekezett, hogy a kormány szegénységben tartja az embereket, ezért nyerte meg a választást. Zoltán is vendége folytatja. A mi hazánk alelnöke, országgyűlési képviselő Novák Előd, a vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Erről is szó lesz majd, de kérem, hogy kezdjük azzal, amivel önök kezdték a munkát, hiszen a parlament alakuló ülésének napján már benyújtottak egy módosító indítványt a mentelmi jog eltörlésével kapcsolatban. Miért gondolták úgy, hogy ez a legfontosabb kérdés, amivel kezdeniük kell a parlamenti munkát? Való igaz, már az alakuló ülés napján szakmai javaslatokat, törvényjavaslatot, alaptörvénymódosító javaslatot is benyújtottunk, hiszen még a többi párt a különböző helyek, pozíciók, tisztségek elosztásával volt elfoglalva. Mi azt gondoltuk, hogy az idejét múlt politikusi privilégiumnak, a mentelmi jognak kell véget vetni, illetve egészen pontosan egy hét pontos politikus bűnözés elleni programcsomagot állított össze a Mi Hazánk Mozgalom, és annak egyik első eleme a mentelmi jog. Mondhatjuk, hogy a politikus bűnözés feltárását is szolgálja, hiszen Jelenleg sajnos nyomozni sem lehet mentelmi joggal rendelkező politikusok, politikus bűnözők esetében, és nagyon szép szavak az alaptörvényben az, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő, de úgy tűnik, hogy vannak egyenlőbbek, akiknek jár a politikusi felelőtlenség kiskapuja és nagyon sok nemzetközi példa van már arra, hogy ezt eltörlik. Az Egyesült Királyságban és 2012 óta már Szlovákiában sem védi a politikusokat mentelmi jog a büntetőjogi felelősségre vonástól, ezért mi azt gondoljuk, hogy kitűnően el lehet végezni a munkát mentelmi jog nélkül is, hiszen mi például soha nem élünk a mentelmi jogunkkal, egyetlen pártként mindig lemondunk a mentelmi jogunkról, és bárkiről van szó, mindig annak felfüggesztésére szavazunk, tehát legyenek a törvények előtt való van egyenlők az emberek, a politikusok is. Erről a politikusi privilégiumról ideje volna lemondani, a politikus bűnözés visszaszorítása érdekében is. Közben pont a kitűnő munkavégzéssel kapcsolatban fogalmaznak meg aggályokat, jogászok, amikor a mentelmi jogról van szó, azt mondják, hogy ennek több aspektusa van. Egyrészt, amiről ön beszélt, a másik pedig az, ami a parlamentáris demokráciákban megjelenik, hogy szabadon végezhesse egy képviselő a munkáját az országgyűlésben, hogy szabadon elmondhassa a véleményét. Többen úgy vélik, hogy ha a mentelmi jogot eltörlik, akkor majd tömegével indulnának meg rágalmazásért magánvádas eljárások politikusoknak az országgyűlés helyett bíróságokra kellene járni, és így el lehetetlenülne a munka. Fleck Zoltán, aki a baloldali hatpárti összefogás egyik támogatója volt, pedig egyenesen populizmusnak nevezte a mentelmi jog eltörlését. Én azt gondolom, hogy az a populizmus, hogyha azt mondjuk, hogy egy képviselő nem tud mentelmi jog nélkül munkát végezni, hiszen mi, akiket mindig üldözött mondjuk a Gyurcsány bajnai rezsim, 2006. október 23-án és azt követően öt különböző ügyemben állapította meg bíróság jogerősen, hogy jogszerűtlenül állítottak elő, miközben jogszerűen egyszer sem uh, sikerült, és ezek az eljárások folytatottak. Például a mi hazánk mozgalom ellen történt uh, uh, tavaly uh, március 15-én a magyar történelemben a legtöbb számú rendőrségi eljárás indítása, amikor a lezárások ellen tüntettünk. és ennek, ez ezek ellenére, hogy sok eljárás indul ellenünk, azt gondolom, hogy kitűnően tudjuk végezni aktívan a munkánkat, hiszen például ugye a ciklus első törvényjavaslatait is nem véletlenül mi tudtuk benyújtani. Hogyha a hatalom szeretne visszajönni a hatalmával, ezt megteheti. Akár az országgyűlési őrséggel jelenleg is kivezettetett bármely képviselőt az ülésvezető elnök, sőt, hetekre ki is lehet tiltani az országgyűlésből. Tehát nem ezen múlik. Mi azt látjuk, hogy inkább maguknak a bűncselekményeknek a feltárását is akadályozza az, hogy nyomozni sem lehet mentem joggal rendelkező politikus bűnözők esetében ezért ez volna az első lépés a hét pontos program csomagunkból, amely a korrupció és a politikus bűnözés visszaszorítását célozza. A felvezetőben az imént már elhangzott egy epizód a tegnapi országgyűlési munkáról. Jakab Péter a jobbik közelmúltban újra választott elnöke felszólalt, de több sajtóorgánum is úgy számolt be erről, hogy sokkal érdekesebb volt a mondandójánál az, ami mögötte történt. Ön ül mögötte, és egy feliratot tartott a kezében, amin egy nyíl volt, ami Jakab Péter felé mutatott, a felirat pedig az volt, hogy Parizeus nem nehéz báthallást találni a farizeus szóhoz, szóval kapcsolatban, ami, ami hát kétszínű emberre utal, illetve hát egy népszerű húsipari termékre, a parizelre. Megkezdődött a találgatás a sajtóban, hogy vajon mi volt a célja, mit üzent ezzel? Hát ha már abszurd módon a mi hazánkat a jobbik mellé ültették, azt gondoltam, hogy nem asszisztálhatok egyfajta biodíszletként ott Jakab Péter álmokfutásaihoz, és tiltakoznom kell az ellen az álszent farizeus politikával szemben, amelynek keretében ő folyton próbálja magát a népszegény legényének bemutatni, mint aki szinte csak parizert teszik, ugye rendszeresen erről tesz közé bejegyzéseket, miközben valójában több mint 2,6 millió forintos havi fizetést kap, és akkor még nem beszéltünk az egyéb juttatásairól, hiszen frakciópénzből bérelnek neki kocsit, gépjárművezetőt, sofőrt. Tehát én azt gondolom, hogy álszent ez a politika, és hát fájó szemlélni azt egyébként a Jobbik első alapszervezetének alapítójaként, hogy egyfajta politikai hullarablás zajlik ma már a Jobbik megmaradt tetemén, hiszen Ebben a ciklusban még kapja azt az állami támogatást, azt a milliárdos állami támogatást a jobbik, amelyen most marakodnak, mindenféle elvszerűséget nélkülözve. Tehát Jakab Péter vezetésével a jobbik kiherélése utána pár gyakorlatilag elvérzett, és most látjuk ezt a fajta politikai hullarablást, amit fájó szemlélni, hiszen mindenféle elvszerűséget nélkülözve marakodnak, és sokkal jobban örülnék, hogyha a populista demagóg megszórolásaik helyett is inkább szakmai láthatnánk, de mondjuk például Jakab Pétertől szakmai megnyilvánulást, felszorolást, szemben akár mondjuk egy vona Gáborral, azt még el kell ismerjem nekem is, nem látott senki. Jaka Péter feje fájhat amiatt is, amiről a Metropol ír, jelesül, hogy megpróbálta a frakciószabályzatot megváltoztatni, hogy a frakció vezető leváltásához kétharmados többség legyen. Így elég lett volna, hogyha három ember mellett áll, akkor már nem lehetett volna leváltani. Úgy tudni a sajtóból, hogy ez nem sikerült, ön már utalta arra, hogy fájó látni egykori jobbikosként azt, ami most ott zajlik. Mit gondol, lehet rendkívüli választmány? Mit üzen ez, hogy ez sem sikerült megváltoztatni? Igazán ébben nincs jelentősége, hogy ennek a hullarablásnak a keretében kik férnek hozzá most már az erőforrásokhoz, hiszen az utolsó ciklusát töltik ki a jobbik képviselői. Úgyhogy ehelyett a marakodás helyett, és egyébként még itt a lappapvédő matricán megjelent Parizeus felirat helyett is jobban örültem volna egyébként, ha például az a tegnapi interpelációm kap nagyobb nyilvánosságot, melyben Siffer András korábbi küzdemét folytatva az állambiztonsági akták titkosításának feloldását szorgalmaztam, hiszen az elmúlt három évtized az MSZP és Fidesz kormányok közös szégyene, hogy még mindig nem történt meg az állambiztonsági múlt, így többek között az ügynöklisták feltárása, a kommunista vezetők közéletből való kitiltása és hát persze elszámoltatása, valamint a kommunista luxus nyugdíjak megvonása. Szerintem ez a három programpont a mi hazánk legfontosabb antikommunista követelései, miközben valóban a jobbik házatáján azt látjuk, hogy összeálltak az MSZP jogutódjával is, és azzal a Gyurcsány Ferenccel elsősorban, akinek korábban elszámoltatását szorgalmazták, akit korábban bilincsben ábrázolt a párt a szórólapján a kiadványain, miközben most ugyanezt ígérik mondjuk Orbán Viktorral kapcsolatban, a Fidesz oligarcháival kapcsolatban, de kézi ezt el, amikor képesek voltak mondjuk egy Simicska Lajossal is összeállni. Azt gondolom, hogy mindenféle elszerűséget nélkülöz ma már a jobbik politikája, és mi ezzel szemben, az ő köpönyek forgatásukkal szemben szeretnénk egy érték alapú konstruktív ellenzéki politizálást folytatni. Ezek után egyetérte Karácsony Gergely főpolgár Mester kijelentésével, amit a válasz online adott interjújában mondott, azt nyilatkozta: Nem biztos, hogy a választópolgárok rosszul döntöttek, amikor ennek az ellenzéknek most nem adtak felhatalmazást a kormányzásra. Hát való igaz, hogy ez a jelenlegi balliberális liberális ellenzék nemhogy hogy kormányzásra, de még ellenzéknek is alkalmatlan. Az országgyűlési választáson a mi hazánk megerősödése, harmadik útként, politikai tömként való megjelenése is azt mutatta, hogy inkább ellenzékváltó hangulat van. A következő években azt kell megmutassuk, hogy ez a konstruktív ellenzékiség kormányképes is. Mi igyekszünk olyan módosító javaslatokat benyújtani a költségvetéshez is, amely a magyar emberek mindennapjain javítanak amely a nemzeti önrendelkezés segíteni, mi ebben kívánunk a, a, a magyar emberek közreműködésével a, a kormányt olyan irányba terelni, hogy a külföldi érdekek kiszolgálása, például a különböző már korábbi mondjuk mezőgazdasági embargók támogatása helyett a nemzeti önrendelkezést támogassák, és például Ukrajna feltétel nélküli uniós csatlakozásának támogatása, mint diplomáciai fegyverletétel helyett inkább a magyar önrendelkezést a sovinista ukrán hatalommal szemben a kárpátaljai magyarság támogatását jelentheti. Novák Előd, a mi hazánk elnöke volt a vendégem. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.